Miért van az, hogy ugyanazt a terméket egy menő vállalkozó háromszor annyiért tudja értékesíteni, mint egy egyéni vállalkozó? Azért tettem be ezt a kérdést, mert ez inkább egy hitrendszerbeli kérdés. Azt gondolom, hogy aki írta nekem ezt a kérdést, ő egy egyéni vállalkozó, kis vállalkozó, és valamiért hipermódon frusztrálja őt, hogy egy menő vállalkozó miért tudja háromszor eladni. Én, ha ugyanaz a termék, akkor tudod, van ez a nagyon régi mondás, hogy a jóbornak is kell a cégér. Elképzeled, hogy ez a menő vállalkozó sokkal jobb marketinget működtet. Sokkal jobban kommunikálja a cuccot, azaz a terméket, annak a különféle előnyeit, hasznait, felhasználási területeit a célközönségének, még adott esetben ez az egyéni vállalkozó. És a legfontosabb érvem, hogy miért tudja háromszor adni, mert elhiszi, hogy az a termék ér annyit. Még egyszer elmondom. Elhiszi, hogy a terméke háromszor annyit ér. Ha ugyanazon előállítási költségek mellett nézzük, akkor jócskán sokkal többszörös a profitja. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy nincs különbség kicsi vagy nagy között, a gondolkodásmódunkban van különbség, leginkább arról, hogy hogyan pozícionáljuk magunkat, a termékünket, az üzenetünket, a termék vagy a szolgáltatás használt előnyét, hogyan tudjuk megérteni az avatárunk, a célközönségünk, az ideális vevőnk vágyát, fájdalmát, amire megoldást keres, hogyan tudjuk úgy bemutatni a szivagú marketing technológia segítségével, hogy a mi termékünk egy megoldást nyújt az ő problémájára vagy igényére, és igazából onnantól kezdve a marketingünk azt a célt szolgálja, hogy megtalálja célzottan azt, akinek szüksége van a termékünkre, cuccunkra, szolgáltatásunkra, és számára legjobban lehetővé tegyük a vásárlást. Azon az áron, amit mi elképzelünk, és elmerünk kérni érte. Tehát azt gondolom, a legfontosabb, és a marketing pszichológia nem más, mint hitrendszer. Mégpedig az, amit a saját magunk kétféle közötti tartományban saját magunkkal vívunk, hogy mennyit ér a termékünk. És nagyon sokszor azok az emberek győznek, nyernek, és visznek hoznak profitot, akik hisznek magukba, hisznek a termékükbe, és ezt hittel, nyugalommal határozottan tudják képviselni a vevők felé. Elsején megy nyomdába mind a két könyv. Szeretném tudni, hogy mekkora példányszámot tudunk elérni. Tudod, segíts nekünk ezt az 5000 darabot elérni. 5000 vállalkozó, az juttasd el. Nincs más dolgod, mint rendeld meg a te 1+1 példányodat, 1+1 forint szállítási költségért, és küld tovább a linket üzleti partnereinek, barátainak, vállalkozóknak, hogy ők is részesei legyenek ennek a tudásnak, és ők is elmondhassák, hogy gazdag marketinges vagyok. Oké? Okay?